Lesz ez a bölcsek tanácsa, vagy fölállt ez a bölcsek tanácsa, amelyik ugye Magyarországot fogja vizsgálni. Ugye az én értelmezésem szerint, de javítson ki, hogyha én rosszul gondolom, nekik tényállításokat kell megfogalmazni. Tehát végre vizsgálni kell azt is, hogy valójában mi történik, hogy valójában milyen jogszabályok születtek, azok hogyan érvényesülnek. Talán több objektivitásra számíthatunk, mint mondjuk egy sargentini jelentés esetében? Ez reményteljes várakozás az, hogy itt valóban a tények fogják érdekelni a bölcsek tanácsát. Ugye, hogyha megnézzük az összetételét, akkor Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár, szintén keresztül esett már egy ilyen vizsgálaton. 2000-ben, igen. Tehát ő nyilvánvalóan tudja, hogy ez milyen érzés. Én az ő részéről több objektivitásra számítok. Pöttering, ő inkább egy konzervatív szárnyat képvisel egyébként a néppárti politikusok között, tehát őtőle is esetleg jóra lehet számítani. Migráció szempontjából tudjuk az ő álláspontját? Hát ez most egy nagyon jó kérdés, most nem az... Jó, értem. De nem tudjuk, nem nyilvánult meg. Remélhetőleg ő érteni fogja, hogy milyen politikát folytat a Fidesz, és hát Van Rompuy inkább kritikus a Fidesz-szel szemben. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz végül is. Ugye ez csak az európai parlamenti választások után fog kiderülni, addig csak találgatni lehet. Vajon Isten milyen ismérvek alapján fogják ők megítélni a magyar jogállamiságot? Ugye a Fidesz is felállít egy ilyen bölcsektanácsát, tehát velük fognak egyeztetni. Az előzetes várakozások szerint a különböző politikai kampányokat, a CEU-nak az ügyét fogják vizsgálni, illetve ugye a jogállamiság helyzetét. Remélhetőleg valóban a tények alapján. Ugye a magyar kormány már készített a sargentini jelentésre is egy talán 160 oldalas viszontválaszt, amit pontra összeszedve. Igen, amit valószínűleg az európai parlamenti képviselők nem olvastak el, hát ha ez a bölcsek tanácsa talál majd rá időt. Föl lehet ezt a bölcsek tanácsának a vizsgálatát fogni úgy is, vagy ez túlságosan messze van, hogy ez a Fidesznek az európai néppárti alkalmasságát vizsgálja? Nem hiszem, hogy ez egy értékalapú vizsgálat. Nem hiszem, hogy erre fog kifutni, de minden esetre nem reménykedünk abban, hogy objektív vizsgálat lesz, de hogyha mégis úgy találják, hogy a Fidesz nem fér bele a néppártba, akkor szerintem javasolni lehet, hogy a svédeket és a finneket is esetleg vizsgálják meg, a baltiakat. Ez nem rossz ötlet.